Az asztali beszélgetések sorozat és a Petőfi Irodalmi Múzeum nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a Károlyi Palotában, és barátsággal köszöntöm mindazokat, akik élő közvetítés által követik a mai disputánkat. Szeretettel köszöntöm mai beszélgető társainkat, Boldizsár Ildikó meseterapeutát, mesekutatót, írót, és Kodácsi Simon Eszter evangélikus teológust, az evangélikus hittudományi egyetem valláspedagógiai tanszékének a vezetőjét. Én Galambos Ádám vagyok. Az Egyetlen Földért címmel hirdettük meg a beszélgetést, mely Boldizsár Ildikó mesék a csodakertről az Egyetlen Földért című kötetét fogja követni. A beszélgetés menete úgy fog kinézni, hogy az első felében itt az asztalnál fogunk beszélgetni, viszont már most kérem, hogy úgy készüljenek, hogy a második felében lehetőség lesz hozzászólások, kérdések feltevéséhez, tehát kérjük, hogy majd így is csatlakozzanak be a beszélgetésbe. A Magvető Kiadó adta ki, és az első olyan kiadvány a Magvető Kiadónak, amelyik ugye egy olyan FSC rendszerű papírra készült, amelyik úgymond nyomkövetéssel és rendelkezik, és a környezeti kultúránkban úgymond nem okoz olyan szintű kárt, a mesék a csodakertről. Viszont a könyv keletkezéséhez nem csak ez a nyomdászati érdekesség tartozik hozzá, hanem tavaly Áfra János és Závada Péter kezdeményezésére volt egy alkalom, ami kimondottan írók, költőket szólított meg, és azáltal a széles társadalmat, hogy a klímavédelem, a teremtett föld kérdése mellett álljanak ki, és különböző írásokkal járuljanak hozzá, hogy erről elindulhasson egy irodalmi művészeti párbeszéd vagy beszélgetés. Ennek az egyik apropója, hogy megszületett ez a könyv. Kérlek, hogy először egy kicsit erről beszéljél. Jó estét kívánok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Nekem ez azt jelenti és jelzi, hogy fontos téma ez mindannyiunk számára. És így történt ez a könyv keletkezésével kapcsolatban is. Nyáron, amikor július körül elkezdett nagyon sok rossz hír érkezni a médiából, zúdultak ránk a mindenféle szorongató, félelmet keltő és semmiféle jó dologra reményt nem adó hírek. Az erdők, az esőerdők égéséről, a jégsapkák olvadásáról, a szeszélyes és kiszámíthatatlan viharokról, időjárásokról, állatok kihalásáról, a méhekkel való gondokról, a madarak eltűnéséről. Tehát nagyon-nagyon sok olyan hír érkezett, ami rengeteg szorongást váltott ki sokunkból. Amikor július 9-én Attenborough, akit én nagyon tisztelek, és figyelemmel kísérem a munkáit, azt nyilatkozta, hogy olyan a helyzet, hogy nem lehetünk eléggé radikálisak, ezt július 9-én nyilatkozta, akkor igazán úgy éreztem, hogy hát, hogy tényleg most már nagyon nagy a baj. Egyébként ez a baj nem olyan új keletű, 1970-ben is volt egy ilyen hasonló vészcsengetés, és aztán onnantól folyamatosan cseng ez a csengő. De most valahogy talán a sokkoló képek látványa, a megégett állatok látványa, a megáradt folyók látványa, a szenvedésnek olyan fokú látványa volt az, ami arra kényszerített, hogy elgondolkodjam rajta, hogy tényleg mit is tehetnék, de ez nem volt olyan egyszerű. Tehát az első, ami bennem kialakult, és azt hiszem, hogy ez mindannyiunkban, mert először is, hogy nem, ez nem igaz. Ugye van ez a tagadás, hogy ez nem lehet igaz. Aztán van ez a harag és a düh, hogy de nem én tehetek róla, hanem mások. Hát mit műveltek ezek a csúnya emberek a földdel?
Aztán van az alkudozás, hogy de hát, hogy jó, de hát majd akkor én jobb leszek, és akkor majd mi lesz. És aztán van a depresszió, én ebben a szakaszba kerültem a nyár folyamán, amikor az ember azt gondolja, hogy teljesen reménytelen. És akkor mint egy ilyen mentő érkezett ez az általad is emlegetett művészek a klímatudatosságért mozgalomnak a felhívása, és abban egy mondat volt az, ami az a pici mentővet jelentette. Ugyanis, amikor augusztus 24-én ez a két fiatalember megalakította ezt a, hát most már mondhatom, hogy mozgalmat, akkor az volt a kulcsmondatuk, hogy minden írót, művészt ők arra kérnek, hogy a saját eszközeivel tegyen hozzá valamit ehhez a problémához. Tehát ez volt a mentő, a saját eszköz. Mert akkor arra, hát azon kellett elgondolkodnom, hogy mik az én saját eszközeim. És persze magánemberként erre meg voltak a válaszaim, és nyilván, hogy a saját életem is átformálódóban van azóta, elég radikálisan, bár nyilván ezt még lehet fokozni. De a fontosabb a szakmai része, hogy akkor én szakmailag milyen eszközeim vannak, és akkor hát egyértelmű, hogy mi az én szakmai eszközöm, az a mese, a történetek. És mint sok egyéb más esetben is, az érdekelt, hogy mit tudnak erről a mesék, tudnak-e valamit erről, amiben most vagyunk. És hát természetesen nagyon sokat tudnak, de nem ez volt a legfontosabb, hanem az volt a legfontosabb, hogy én ezt úgy gondoltam, hogy például az is fontos, hogy ez egy ilyen közösségi dolog legyen, hogy ne én egyedül álljak neki megkeresni ezeket a meséket, mert hogy az lehet, hogy beletelik 3 hónapba, hanem van nekem egy csodálatos egyesületem, a Metamorphosis Meseterápiás Egyesület, a tanítványaimból alakult, és arra gondoltam, hogy mutassuk meg, hogy együtt mit tudunk mi. Hogy ha én írok egy levelet ma este, ez augusztus 24-én este volt, az egyesületem tagjainak, hogy csináljunk egy ilyen könyvet, akkor mi lesz a válasz? És hát a válasz az lett, hogy 3 nap múlva elkészült a könyv. Mert ez a sok ember mind elkezdett meséket küldeni, 189 tagja van az egyesületnek, és akkor érkeztek a mesék, és gyakorlatilag 3 nap alatt összeállt a kötet, tehát augusztus 27-én már úgy írhattam a Magvető kiadónak, hogy van egy ilyen könyv, és mivel ők adták ki az előző egyesületi könyvünket is, hogy esetleg érdekli-e őket. És innen kezdődik a csodálatos része a történetnek, mert pontosan 3 hónap múlva ez a könyv, és úgy, hogy amit Ádám is említett, hogy egy klímatudatos nyomdában készült, ahol a folyamatot dokumentálni kell, nem mindegy, hogy milyen papírra, hogy hogyan, mi történik abban a nyomdában. Tehát ez nem volt egy egyszerű folyamat, hogy ezt is végig tudtuk csinálni. És pontosan 3 hónap múlva ez a könyv egy könyvbemutatón már ott volt a kezünkben. Tehát valóban látszódott, hogy ha összefogás van, és ha nagyon fontos az ügy, és mindannyiunk számára most az elsődleges, a mi eszközünk az volt, hogy azt próbáljuk megmutatni, hogy régen mit tettek az emberek, amikor ilyen baj volt. Mert hogy ez a baj, ez ismétlődő baj. Ez nem úgy van, hogy most van baj. Mindig baj volt. És nem úgy van, hogy volt valamikor egy aranykor, amikor az emberek úgy vigyáztak erre a gyönyörű kis paradicsomra. Ezek mítoszok, nem igazak. Tehát folyamatos ökológiai katasztrófák között voltunk, csak a súlyuk, tehát hogy milyen súlyos, az azért volt változó. Tehát nem mutogathatok még a mesékben sem, a legősibb mesékben sem, mutogathatok arra, hogy na, itt volt ez a paradicsomi állapot. Nem volt paradicsomi állapot. Hát így ez a könyv története.
Azt még megemlíteném, hogy közben erről a rendezvényen elhangzó írásokból később könyv is született, a Margó Fesztivál, amelyik ugye a Petőfi Irodalmi Múzeumban is szokott lenni, első kiadványa ennek a gyűjteménye, és hogy még egy szimpatikus kis megjegyzés, a maga a rendezvény úgy nézett ki, hogy a belépő az nem anyagiakban volt megnevezve, hanem mindenkinek a belépésnél nyilatkoznia kellett arról, hogy milyen rossz tulajdonságáról kíván lemondani, vagy tenni valami olyan gesztust, amelyikre mondjuk jobban figyel, hogy nem dobja el a szemetet innentől kezdve, vagy valami ilyesmi. Hát, hogyha ezt betartották a jelenlévők, az már egy nagy dolog. Viszont ugye itt a vészcsengő elhangzott, és pont nincs egy hete, hogy jó pár Nobel-díjas tudós a végítélet órája, ami hát egy eléggé megdöbbentő elnevezésű óra, és hát már a hidegháború óta állítgatják, hogy hol tart, akkor most a tavalyi évhez képest 20 másodperccel előrébb állításra került. Két megnevezés volt ebben, a nukleáris fegyverkezésnek a jelenléte, illetve annak a kérdésköre, illetve az üvegházhatású gázok a föld foszilis erőforrásainak kizsigerelésében. Úgy látják a tudósok, hogy nem előrelépés, hanem pont hátralépés történik. Ehhez kérdeznélek, Eszter, hogy egy kicsit nézzük meg azt, hogy úgymond a teológia mit mond mindenre, és itt most még nem a kimondottan a biblikus teológia, inkább az, hogy van egy olyan fogalom, hogy ökoteológia. Mit jelent ez? Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit. A 60-as, 70-es években indult az a félelem hullám, az a gondolkodás, hogy valami baj van a világgal, és valamit tenni kell. Többek között a Római Klub volt az első, aki megjelentette azt, akinek két szerzője megjelentette azt a könyvet, aminek az volt a címe, hogy a növekedés határai. Ez 72-ben volt. És már 72-ben azt jósolták, azt prognosztizálták előre, hogy ha nem változtatunk hamarosan, akkor nagyon nagy baj lesz. Én 72-ben még meg sem születtem. Ha belegondol ebbe az ember, hogy ez nem egy távoli dolog, de azóta vajon mennyit tettünk, akkor lehet, hogy ez a szorongás és ez a félelem, amit az Ildikó előbb említett, és ez a depresszív lejtő, ez lehet, hogy még erős, jogos, hogy még erősebben érjen el minket. Ha a kereszténységgel hozom ezt párhuzamba, akkor meg kell említeni 1967-ből Lynn White nevét, aki egy amerikai professzor. Először ő fogalmazta meg azt, hogy mindaz az ökológiai krízis, amit már 67-ben tapasztaltak, és néhányan már akkor elkezdték megfogalmazni, ez az ökológiai krízis mindenek előtt a kereszténység rovására írható. A kereszténység volt az, akinek a tanítása miatt a világot az emberek kizsákmányolják és kihasználják. Ez egy magyarul is megjelent tanulmány, nem fogom elmondani a tanulmánynak a különböző pontjait, visszavezeti egészen a középkori eke használaton keresztül, a föld mélyebb rétegeinek a kihasználásán keresztül, egészen a bibliai szövegekig azt a gondolatmenetet, hogy miért a kereszténység tanítása felelős az ökológiai krízisért. Majd belemegyünk, talán most még nem, ezeknek a bibliai gondolatoknak a részletezésébe. Most csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy az egyházak menten elkezdtek erről gondolkodni, hogy vajon tényleg így van-e, és már a 70-es évek elején nagyon sok különböző reakció érkezett erre. A katolikus egyház, ortodox egyházak, protestáns egyházak, az egyházak világtanácsa, külön a tagegyházak, már 84-ben magyar és szlovák egyházi nyilatkozat született arról, közös egyházi nyilatkozat, hogy hogyan is értsük ezt az ökológiai krízist, és mit mond mindenről a természet, az ember kapcsolatáról és a jelenlegi krízisünkről a Biblia, és mit tudunk mi keresztényként tenni, és hogyan gondolkodjunk erről. Ezt a ma már rendkívül bőséges szakirodalmat és teológiai irányzatot nevezik úgy, hogy ökoteológia, amiben számos kérdés, új és új kérdés merül fel állandóan.
A kérdés, a fő középpont az, hogy hol van az ember a természetben, milyen természetszemlélettel gondolkodjunk, amikor bibliai tanításokról beszélünk, hogyan gondolkodik a Biblia az emberről és a természetről, és tudunk-e ezáltal segíteni bármit a jelenlegi ökológiai krízisen. És nagyon sok válasz van erre, talán a beszélgetés során akkor majd belemegyünk. Ugye a vízcsengőt említettük, viszont azt, arra is talán érdemes kitérni, és akár a régebbi teológiai ehhez kapcsolódó írásoknál is érződött, illetve más megközelítéseknél is, hogy ezt a vészcsengőt sokszor azért nagyon hamar megkongatják. Tehát, hogy olyan dátumok is szerepelnek ilyen írásokban, ami alapján már háromszor el kellett volna úgymond tűnnie az életnek a föld felszínéről. És erre kérdeznék rá, hogy ennek a felelősségét hol látjátok, hogy ha baj van, és úgymond túl kiabáljuk, és nem a felelősségnek a megfelelő szintjén tartjuk, akkor azzal nem érjük el egy idő után azt, hogy passzívá válik a társadalom ezekre a eljövő valós csengetésekre? Ezek a csengetések, ezek valósak voltak, hiszen az bele a gond, hogy nem vettük ezeket komolyan. Tehát, hogy amikor először szóltak a csengők, akkor is lehetett tudni, hogy baj van, hiszen valami megbomlik. Tehát azok az emberek, akik képesek hierarchiáját komplexitásban gondolkodni, és átlátták ezt az, hát a Gaia elméletre gondolok, az sem mai már, hogy minden mindennel összefügg, és nem lehet büntetlenül belenyúlni egy rendszerbe úgy, hogy aztán ne boruljon föl valahol majd egyszer a dolog. És hát persze mindig vannak körülöttünk olyan emberek, és ezt a mesékben is megjelenik ez a dolog, hogy attól, hogy nem 3 perc múlva következik be a katasztrófa, vagy hogy a következmény nem 4 hónap múlva látható, pontosan lehet tudni, hogy elindult egy folyamat. Tehát amikor a Közel-Keleten nagyon régen, még Krisztus előtt a népesség 60-szorosára növekedett, és akkor sok juh és kecske kellett, akkor az egyértelmű volt, hogyha ez a sok kecske le fogja legelni a dombokat és a hegyeket, akkor majd el fog sivatagosodni ez a terület. Tehát, hogy ezek a 70-ben megkongatott vészcsengők tulajdonképpen mind olyan eredményekre és olyan állapotokra utaltak, amelyeknek lehet, hogy egy egyszerű ember, aki ilyen körülmények között él, és ilyen gyönyörű helyen beszélgethet erről a dologról, nem tudja átletni a következményeit, nem ilyen a gondolkodásunk, hogy erre képesek vagyunk, és ahogy az előbb mondtam, az első mindig ezekre a hírekre azért a tagadás szokott lenni, hogy ez nem igaz. Egyébként ezzel van most baj, az ökopszichológia pont ezzel küzd, hogy ez nagyon erősen kérlel, nagyon erősen jelen van ez a tagadás ma. És amikor azt kutatták, hogy vajon miért, akkor körülbelül az egyik ok az lehet, hogy pontosan a bűntudatkeltés, a szégyenbehozás az, ami nem működik ilyen helyzetben, hogy amikor baj van, akkor ezzel operáljunk. Tehát az ökopszichológia ugyanúgy, ahogy a ökoteológia, most keresi az érvényes, adekvát válaszokat arra, hogy akkor ezek helyett végül is tényleg mivel és hogyan tudjuk cselekvésre. A bírni megint erős szó lenne, tehát cselekvésre megkérni kedvesen az embert körülbelül. Igen, én is azt gondolom, hogy megvan a veszélye annak, hogy ha nagyon sokszor mondunk valamit, akkor immunissá válunk, de ugyanakkor, ha megnézzük, valóban azért tudjuk nagyon sokszor mondani, mert nagyon nagy a probléma. Az sok olyan téma felmerül, amiben megszólal egy vészhang, és aztán az valahogy elsikkad, és nem megy tovább. Az is lehet, hogy egy időben egy fontos probléma volt, de nem volt annyira jelentős, hogy tovább vigyék a vészharangot. Most az is nagyon sokat árul el szerintem a világállapotáról, hogy ez a vészharang ez nem csitul. Benne, most, ha nagyon pesszimista vagyok, idefelé az a gondolat is eszembe jutott,
hogy igazából a nagyon nagy problémák esetében megnézhetjük a világtörténelemben, vagy a Bibliában, akár a népek történetében, világtörténelemben, megnézhetjük, hogy a nagyon nagy problémák esetében hiába csengetik a vészharangot, nem történik semmi. Ezzel nem szeretnék nagyon vészmadár lenni, de valahogy amikor nagyon nagy probléma van, azzal nem merünk szembenézni. Néhány ember lehet, hogy mond valamit, de valahogy nem merjük komolyan venni azt is. És ez is biztos, hogy nagyon sok mindent jelöl a mai világunkról és rólunk, hogy hogy merünk szembenézni ezzel a valósággal. Két ausztrál pszichológustól olvastam egy tanulmányt nemrég, akik azt mondják, hogy az a baj ezzel a klíma kérdéssel, hogy elméletileg tudjuk, hogy mi a helyzet, és lehet, hogy az intellektusunkkal felfogunk adatokat és tényeket, de a nagy baj az, hogy nem érezzük ennek a veszélyeztetettségét. Tehát, hogy lehet, hogy az eszünkkel gondolkodunk róla, és lehet, hogy még próbálunk is tenni valamit, de mi jelenleg, az első világbeli emberek mindenképpen, nem érezzük még azt, hogy ez mit jelent, és mivel nem érezzük a bőrünkön ennek a fenyegetettségét, ezért úgy gondoljuk, hogy ez még egy nagyon távoli, és minket még messziről sem érintő probléma, majd valakik megoldják, mi elég, hogyha egy picit teszünk. És ugye az agyunk is ilyen evolúciós szerkezet, Ildikó biztos, hogy jobban tudja, tudod, hogy úgy van húzalozva, hogy a lassú problémákra nem tudunk hirtelen reagálni. A hirtelen problémákra tudunk gyorsan reagálni, a lassú problémákra nem. És hogy ez nagyon nagy kérdés, hogy mit tudunk tenni, és számomra ezért nagyon fontos ez a kötet is, mert hogy a mesék azok nem engem nem értelmileg érintenek meg, hanem érzelmileg és lelkileg. Tehát, hogy amikor elolvassa majd valaki ezeket a meséket, némelyiken tényleg kirázott a hideg, vagy legszívesebben elsírtam volna magam, mert hogy érzelmileg tudunk abba beleélni, abba a helyzetbe tudjuk beleélni magunkat, amin egy másik nép már lehet, hogy egyszer keresztül ment, csak most globálisan megyünk keresztül rajta. És ugyanezt teszi a Biblia is velünk, ugyanazokat a helyzeteket, az élethelyzeteket állítja elénk, mint egzisztenciális kérdések, és amire nekünk nem elég jó tanulóként megadni a ötös feleletet, hanem érzelmileg kell rá reagálnunk. Úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés szerintem a ökológiai krízis kezelésében, ha nem is a megoldásában, hogy érzelmileg érezzük magunkat érintve. Igen, én is ezt szeretném hozzátenni, hogy erre jutottunk többen is, hogy, és hát valóban a pszichológusok is ezt mondják, hogy ez az érzelmi elzártság és az érzelmekhez való nem hozzájutás az, ami most nagyon sok gondot okoz ezzel kapcsolatban, hogy már egy természetfilmet sem tudunk, tehát már azt mondják, én is ezt olvastam, hogy már a természetfilmek sem váltanak ki bennünk érzelmeket, csak azok a természetfilmek, ahol ott van egy ember, egy hős, aki megmutatta, hogy ő milyen fantasztikus dolgot csinált meg ezekben a szélsőséges helyzetekben is akár. Tehát nem maga a természet nyűgöz le bennünket ezekben a filmekben, hanem az ember, aki ebben a környezetben valami nagy hőstettet hajtott végre. És pontosan ezért gondoltam én azt, hogy és mivel hát 30 év tapasztalat van már mögöttem a mesékkel kapcsolatban, és a mesék érzelmi intelligenciára való hatásával kapcsolatban, hogy ha célzottan olyan meséket gyűjtünk össze, amelyek ezeket a kódokat tartalmazzák, tehát a környezettel kapcsolatos kódokat, és megmutatják a bajt is, a baj feloldásának kulcsát is, akkor talán lehet valamit kezdenünk az oktatásban és a nevelésben is, hiszen ez volt a legfontosabb cél, hogy egy olyan anyag gyűjjön össze, ami jól használható a pedagógusok kezében is, vagy a pszichológusok kezében is, hiszen az ökogyász, vagy a klímagyász, vagy a klímaszorongás, ez egyre több helyen jelentkezik, és egyelőre a szakma, a pszichológus szakma még nem tud rá érvényes válaszokat adni, pedig ezt is ki kell dolgozni, hiszen komoly probléma. Ugye a könyv, ahogy mondtad, oktatási célra is készült, és ezen gondolkodtam, hogy alapvetően ugye szülőket is eléri, illetve hát a gyermekeket, viszont hogy mennyire vagyunk vajon időben ebben. Tehát, hogy én ezt érzékelem, hogy
a fiataloknál úgymond egy sokkal nagyobb felelősségérzet kezd jelen lenni, és többek között ilyen kötetek erősítik mindezt, hogy ez elmélyüljön, és identitásuk része legyen, hogy a természettel valós kapcsolatba és felelős kapcsolatba legyenek. Viszont mire az ő generációjuk felnő, addigra hol tartunk? Jó, de pont ezzel van a baj, hogyha ezt mondjuk. Tehát, hogy mindegy, hogy hol tartunk, csináljuk. Most rögtön mindenki menjen haza és kezdje el. Tehát, hogy nagyjából ez van. Tehát már nincs ilyen, hogy elkéstünk, nem késtünk. 2 perc múlva mindenki tegyen valamit, amit jelen pillanatban meg tud tenni. Egyébként tényleg így kezdődik, hogy először körülnéz az ember, hogy mi az, amit meg tud tenni. És akkor lehet, hogy csak annyi, hogy valamit másképp csinál. Nagyon pici lépések. Mi mindig ezt tanítjuk. Tehát nem kell mindjárt megmenteni a földet, mert ez nem fog menni. De hogy mi az az első lépés, amit meg tudok változtatni, és aztán mi a második, mi a harmadik. Tehát nincs arra idő. És az, hogy már késő vagy nem késő, hát most ez már azt hiszem, ez már nem tehető fel kérdésként. Nem tudom, Eszter, mit gondolsz erről? Én is ugyanígy gondolom, és én azt látom az én kontextusomban, hogy teljesen mindegy, hogy a gyerek felől vagy a szülő felől érkezik az az input, hogy kezdjünk el valamit, az a motiváció. A legjobb, ha együtt teszik. Egyébként egymást tudják erősíteni, és szerintem hihetetlen szerepe van a közösségeknek ebben a kríziskezelésben. Ugyanis ha egyedül akarok valamit tenni, akkor nagyon-nagyon hamar elcsüggedek, hiszen ki vagyok én egyedül a nagy multik és a politika és a társadalmakhoz képest, egy kis porszem vagyok a világban. De ha belegondolunk, hogy itt vagyunk most közel 100-an, és mondjuk holnaptól kezdve mindannyian senki nem vesz petpalackot, és itt elkezdenénk összegyűjteni jövő héten, hogy mennyi petpalactól mentettük meg a világot, akkor az egy jelentős halom. És ugyanígy, hogyha a vízhasználatba belegondolunk, az autóhasználatba, a ruhavásárlásba és minden egyébbe, közösségként egyrészt a látható eredmény az mindenképp motiválóbb, másrészt tudjuk egymást biztatni arra, hogy nem érdemes föladni, nem szabad föladni, mert akkor viszont tényleg beleestünk a gödör aljára, a depresszió gödör aljára. Gyors felmérést hadd készítsek, hogy ki az, aki már olvasta Boldizsár Ildikónak ezt a kötetét? Akkor nem csak hogy úgy belelapozott, igen, tehát hogy most nem lesz ilyen mély kérdés vagy tesztsor, hogy akkor akik jelentkeztek. Minden esetre talán feltűnt, hogy több teremtés történet, vagy a teremtéssel kapcsolatos történet is olvasható a kötetben, és ez azt gondolom nagyon izgalmas abból a szempontból, hogy a mesék miként viszonyulnak a teremtés kérdéséhez, és érdemes talán egy kicsit azt is megnézni, hogy kapcsolódik mindez akár a bibliai, szentírási teremtéstörténethez, vagy teremtéstörténetekhez. Először arról kérdeznélek, hogy a mesék hogy látott, hogy különböző népeknél mik azok a kulcsok, amik a teremtés vonatkozásában fellelhetők? Köszönöm, Ádám, a kérdést, a kedvenc témám, úgyhogy ma itt alszunk, jó? Tehát ezzel nem megyünk ma haza. Nagyon fontos, hogy a mesékben a teremtés történetek nem arról szólnak elsősorban, hogy hogyan keletkezett a világ, hanem arról, hogy hogyan keletkezett a rend. Ez meghatározza a teremtés történetekkel való munkát. Például a meseterápiában is teremtés történeteket nagyon sokszor használunk, mert egy terápiás folyamat is pontosan olyan, ahogy egy teremtés történet lefut. Hogy kezdődnek a teremtés történetek? Ebben a kötetben egyébként nem sok teremtés történet került, mert már van 3 kötetem, ami tele van teremtés történetekkel, és arra próbáltam vigyázni, bár a tanítványok küldtek ilyen meséket is, hogy ne ismételjük magunkat, tehát igazából nem sok került bele, és volt más fontosabb téma, majd biztos ezekre is sor kerül, de nagyon fontos, hogy a teremtés történetek, ha a világ népmesekincsét megvizsgáljuk, vagy mítoszait, akkor azt látjuk, hogy a teremtés történetek úgy kezdődnek, hogy tudnak a teremtés előtti, a nem létezés állapotáról. Vagyis arról, amikor a semmi volt. Kezdetben volt a semmi, mondja a legtöbb teremtéstörténet. Kezdetben volt a köd, a
a gomolyges, tehát a semmi, igen, ez a legjobb, a semmi. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a semmiből utána nem mindjárt a valami lesz, egy teremtés történetben sem, hanem a semmi után következik a káosz. Hát a semmi után a teremtés történetek azt mondják, hogy van a káosz, és innentől lesz gyönyörű a dolog, mert a következő dolog történik, a káoszt először is szét kell elemeire szedni. Tehát történik a harmadik lépés a teremtésben, hogy a semmi után a káoszból az elemek szétválasztása, vagyis a levegő, a föld, a víz és a tűznek a külön kerülése. Majd utána, amikor megvannak az elemek, akkor a teremtés ötödik lépcsője, amikor az ég és a föld megteremtődik, és a hatodik, amikor lesz egy tartó oszlop középen. És a három osztatúvá válik a világ, és a hetedik, ez gyönyörű, a hetedik lépés az, amikor ez a már semmiből előkerült világ benépesedik animával, lélekkel, emberrel, démonokkal és istenekkel, és mindenki megtalálja a saját helyét. Úgyhogy a teremtés történetek tényleg nem a világ keletkezését, hanem a rend születését mutatják meg. Ebbe a kötetbe egyébként leginkább azokat a teremtés történetek hetedik szintjéből kerültek be történetek, amikor az ember megjelenik. És azért ezek a történetek kerültek ebbe a kötetbe, hogy tessék tudomásul venni, hogy az ember azokból az alkotó elemekből lett, amiből mindenki, amiből a giliszta, amiből a patkány, amiből a fülemüle, a pacsirta, a jégmadár, a kőr is, és az Amazonas, és az esőerdők. Tehát, hogy ezt nem tudjuk, hogy teljesen ősi csillagok Kovács műhelyében kovácsoltatott az ember is, mint minden más. És hogyha ez meg lenne, akkor tényleg elkezdődhetne a következő lépés, hogy a hierarchiát megbontani, hogy nem a teremtés csúcsa vagyunk, hanem egy rendszer egyetlen tagja, és ugyanabból állunk, mint mindenki más. Úgyhogy én most csak ennyit, mert különben tényleg nem alszunk ma otthon, de hogy a teremtés történeteknél ezt tartottam fontosnak ebben a kötetben. Nekem is kedvenc témám, úgyhogy szívesen maradnék reggelig. De hogyha a bibliai teremtés történetekre gondolunk, akkor amit én most mindenképpen kiemelnék, az a kapcsolatiság. A rend nagyon fontos, és a Bibliában legalább két teremtés történetről beszélünk, ugye nem csak egy van, amit nagyon közismert szokott lenni a hétnapos teremtés történet, legalább kettő, és most azt félretesszük, hogy minden részletébe belemenjünk, nem is ez a feladatunk, de egy dologra nagyon fontos figyelni, az a kapcsolatiság. És hogyha a Bibliának azt nézzük, hogy milyen a természet szemlélete, és milyen az ember szemlélete, akkor ez nem hagyható figyelmen kívül. Az egész Bibliában ugyanis egy olyan hármas kapcsolati rendszer van, ami mindent meghatároz, és ez az Isten, az ember és a teremtett világ kapcsolatrendszere. Ez a kapcsolatrendszer egy nagyon szoros, de és nagyon érzékeny kapcsolatrendszer. A Bibliában nyoma sincs annak a kérdésnek, hogyha most azt szeretnénk föltenni, hogy milyen a Biblia természet szemlélete az ember nélkül. Ezt az újkori gondolkodást, ezt a Descartes-i gondolkodást, hogy szétválasszuk az embert és a természetet, a szubjektumot és az objektumot, stb. Ezt a Biblia nem ismeri. A Bibliában a természet része az ember, és az ember része a természet. És mindkettő az Istennek a teremtménye, pont ugyanolyan teremtménye. Nagyon gyakran mondják a Bibliára azt, hogy hát a Biblia úgy teremti meg az embert, főleg itt a hétnapos történet félreértelmezése kapcsán, hogy az ember a teremtés koronája, hogy majd ő az, aki mindent leigázhat, leuralhat. A korábban említett Lane White is ezt a vádat teszi a kereszténység nyakába, de ez csak akkor látjuk így, hogyha a Bibliát nem ismerjük eléggé. Ugyanis a Biblia sokkal, a bibliai teremtés történet és maga a történetek, amik aztán folytatódnak több ezer oldalon keresztül, azok arról tanúskodnak, hogy ez a kapcsolatrendszer a lényeges, és amíg ez a kapcsolatrendszer fennáll, addig nincs baj. Hogyha ez a kapcsolatrendszer valahol sérül, akkor kezdődnek a problémák. Mondjuk, amikor az ember leigázza a természetet, ahogy Ézsaiás írja,
most nem keresgetem, inkább próbálom fejből idézni, hogy jaj annak, aki földet földhez ragaszt, mert hogy akkor kizsákmányolja a földet. Vagy hogy figyeld, ahogy a bölcsesség irodalom írja, hogy figyeld meg, mit tesz a hangya, példabeszédek könyvében, és tégy te is úgy, hogy nézd meg, mikor költözik a gólya, még ő is tudja vonulásának idejét, te hogy nem ismered föl a Isten parancsát, amit akár a természetben is megmutatott neked. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok példát lehetne sorolni, amiben épp azt látjuk, hogy az Isten természet, teremtett világ természet és az ember az egy teljes organikus egységben él, amikor nem, akkor baj van. Egyébként ezt például egy latin szóval is lehet példázni, ez a colo latin szó, aminek a különböző ragozott alakjai a mai kultúránkban is megjelennek. Ez a kultúra, a kultusz és a kultivátor. Ugye a kultusz, ami az Isten felé való irányultság, a kultúra a másik ember felé, és a kultivátor, ami a földművelés felé való, a föld felé való irányultság. Tehát, hogy ezekről már nem tudunk ma, de ez a nagyon szoros egység, ez a lételeme az embernek. És amikor ez megbomlik, akár az Istennel, akár a másik emberrel, akár a földdel való kapcsolatom, akkor a többiből is kibillenek. És ezt a rendet, valóban a rendet teremti meg a teremtés történetben az Isten. Nagyon sok féleképpen lehet a rendet bemutatni a teremtés történetek kapcsán. Ezt a rendet kellene megőriznünk. Ehhez nagyon sok minden kell. Csak néhány ilyen értéket villantanék föl, hogy nagyon fontos ebben az a hálaadás, amivel minden felé tudok figyelni. Hogy Pál apostol mondja, hogy mindenkor hálát adjatok. Ez azt jelenti, hogy minden helyzetben, teljesen mindegy, hogy mi van, találjátok meg, hogy mi az, amiért éppen akkor abban a helyzetben hálát lehet adni. Tehát a hála, vagy az alázat, vagy a tisztelet a másik iránt, a másik ember iránt. Lehetne a fele barát fogalmát említeni, amiben ugyanúgy benne van a teremtett világ, mint a másik ember. És tényleg végtelenig lehetne sorolni, talán egy példát még hadd mondjak, amivel visszautalhatok Lynn White-ra. Ő ugye azt mondja, hogy azért a kereszténység a hibás, mert hogy ott van az első teremtéstörténet végén ez az isteni parancs, hogy uralkodjatok a tengerhalain, égmadarain, és hódítsátok meg a földet. Hogyha megnézzük ezt az uralkodást és a meghódítást, ez két héber szó, a kabas és a rada héber szavak, ezek különböző kontextusokban fordulnak elő a Bibliában, de hogyha azt nézzük, hogy amikor az Isten uralkodásáról és az Isten meghódításáról van szó, akkor ez azokkal a képekkel jelenik meg előttünk, ahogy egy pásztor tereli a nyáját, ahogy a termőföldet készíti elő a teremtő számunkra, ahogy harmatot bocsát a földre, tehát nagyon finom, nagyon szép, nagyon gondoskodó képek. És ugyanez a szó megjelenik olyan kontextusban is, amikor egy ellenséges nép egy másikat leigáz és a földig tarolja. De amikor az Isten azt mondja a teremtés történetben, hogy mi uralkodjunk, akkor biztos, hogy nem ellenséges népként mondja ezt nekünk, hanem úgy, mint ahogy ő uralkodik az egész földön. Lehet, hogy többen is vannak úgy, mint én, de megfogalmazódik a kérdés, hogy míg a Szentírás ezt írja, és ennek az értelmezését a teológia ismeri, és a teológusok elsajátítják, addig a gyakorlat és a történelem ebben úgymond mást mutat, és nem feltétlenül találjuk meg a teológiai értelmezés, és a valódi, tehát hogy a keresztény magatartás között azt a kapcsolatot, ami azt mutatná, hogy ezek tényleg úgy összekapcsolódnának, mint ahogy esetleg a Szentírásból következne. Erre szeretnék azért rákérdezni, mert hogy ilyen értelemben viszont akár még jogosak is ezek a kritikák, amik megfogalmazódtak. Igen, hát a Szentírásban szereplő emberek is emberek, tehát van minden a Szentírásban, hogyha megnézzük, mindenféle történettel találkozunk, esendő, bénázó, hibázó emberek tömkelege van a Bibliában, nem tökéletes emberek szerepelnek benne, ahogy mi sem vagyunk tökéletesek. Ha csak mondjuk Dávid király példáját nézzük, tényleg van minden házasságtörés, gyilkolás, mindenféle hiba, mindenféle rossz tett, amit elkövet. Egy dolog miatt, szerintem a legfontosabb dolog, ami miatt Dávid király mégis a legnagyobb király, az az, hogy minden tévedésében az Istenhez tud fordulni, és azt tudja mondani, hogy vétkeztem ellened. Hogy segíts rajtam, tényleg ellened vétkeztem, nagy hibát követtem el, de vétkeztem ellened. És igazából szerintem ma is ezen múlik sok minden, hogy tudjuk-e azt mondani, hogy amikor én megveszek egy mahagóni széket, vagy egy legújabb cipőt, akkor ki ellen vétkezem? Tehát kik azok a sok mindenki, akik ellen vétkezem akkor, amikor
amikor valamilyen, mondjuk veszek egy polár pulóvert, amiben nem tudom mennyi kőolajszármazék van, ismerjük ezeket az adatokat, nem is az adat a lényeg, hanem hogy elgondolom-e azt, hogy tudnék-e máshogy cselekedni, hogy ne bántsak meg vele annyi mindenkit. És hogy ebben a kapcsolatrendszerben a másik ember, a teremtett világ és az Isten kapcsolatrendszerében ki mindenki ellen hogyan vétkezem. Most nem azt mondom, hogy az ember tényleg csak ezt lássa meg, hogy mennyi mindenben vétkezik, hanem emellett lássuk meg azt is, hogy és mennyi jót tudok tenni, hogy ma ennyivel kevesebb betautóztam, de hogy látnunk kell azt is, hogy mik a tetteink következménye, ezek nagyon fontosak. És bocsánat, csak egy mondat, hogy és sok jó kezdeményezés is van az egyházon belül, ezekről is fel lehet lelni az interneten is. Akár. Igen, én ezt ehhez kapcsolódnék gyorsan, hogy a bűntudatkeltést, azt tényleg, meg a megszégyenítést, azt hiszem tényleg el kell felejtenünk, hanem ez lesz az új út, és erre kell mindannyiunknak figyelni, hogy milyen jó dolgokkal szolgálhatnám én a Földet, a szolgálat, az uralkodás helyett a szolgálat, ami majdnem, tehát hogyha ezt behelyettesíted, hogy szolgáld a Földet, vagy hogy mindig afelé, hogy mi jót tehetnél, akkor az már beindíthatna egy másik gondolkodást. Én találtam egyébként egy 1939. júniusi jeruzsálemi rádióüzenetet egy Laudermilk nevű embertől, aki, tehát 39-ben vagyunk júniusban, és ő azt írja, csak rád reflektálva, hogy Mózes kiegészítette volna a 10 parancsolatot egy 11-kel, ha el tudta volna képzelni, mi lesz az ígéret földjéből. 1939-ben vagyunk, és a jeruzsálemi rádióban ez a Laudermilk fölolvasta a 11. parancsolatot, ami szerinte így hangzik. Örökölni fogjátok a szent földet, hűséges szolgagyanánt, ha megőrzitek adottságait és termékenységét nemzedékről nemzedékre. Őriznetek kell a földeket a talaj eróziótól, és védenetek kell a dombokat attól, hogy nyájaitok lelegeljék azokat, így utódaitok bőségben élhetnek örökre. És most jön a lényeg, ha kudarcot vallotok a föld szolgálatában, utódaitok megfogyatkoznak, elszegényednek, vagy elpusztulnak a föld színéről. Nagyon izgalmas olvasmány volt az Ember és Állat szövetsége, és az ott szereplő mesék, amik valahol azért az alázat fogalmát is érintik, illetve a megelégedettség kérdéskörét, hogy hol húzzuk meg azt a megelégedettségi szintet, ahogy amikor azt mondjuk, hogy ez nekünk elégséges. Mint hogyha ezt a szót nem igazán ismernénk ma, annyira, mint amennyire még maga a szó is szépen cseng, de megélése annál nehezebb. Hogy látod ezekből a mesékből? Milyen kapcsolat van ebben? Ez a másik kedvenc témám, az állatok és a természet és az ember viszonya. Van egy 10. századból származó ökológiai mese, az állatok és az emberek pere a dzsinnek királya előtt, a tisztaság testvérei írták ezt a könyvet, vagy szerkesztették össze, tehát még egyszer mondom, a 10. században vagyunk. És ebben az arab mesében, ami valóban ízig-vérig ökológiai mese, az állatok a dzsinnek királya előtt beperlik az embert, mondván, hogy az ember nem ismeri a korlátokat, és az élettérből jóval többet vesz el, mint amennyire igazából szüksége van, és őket, mint állatokat leigázza, megszégyeníti, és egy csomó dolgot, szörnyűséget követel ellenük. Csodálatos az a... Ez egy jogi pert, ez egy perben vagyunk, és az állatoknak ez a gyönyörű, ahogy beszélnek arról, hogy lám, mit tesz az ember a világgal, a földdel, az párját ritkítja a meseirodalomban. És az ember persze védekezik, és a dzsinnek király előtt minden, úgy, ahogy egy igazi tárgyaláson elmondja a saját, egyébként rendkívül szánalmas érveit az ellen, hogy, vagy az, annak, azzal szemben, hogy ő miért is csinálja mindezt. De minden esetre ez a történet,
És ennek a történetnek a vádiratai megjelennek a népmesékben is. Azzal, hogy, és itt ez a fejezet, amire utaltál a könyvben, ez úgy lett fölépítve, hogy először is azt próbáltam összerakni a mesékből, a beküldött mesékből, hogy mit kapott az ember az állatoktól, mi az, amit megtanult tőle. A mesékben az ember legfőbb segítője az állat, az állati erő, az állatoktól kapott képességek, jó használata. És ami nagyon fontos, hogy a mesék azt tudják, és valamikor régen ez nyilván így is volt, és aztán eljött ez az idő, a következő fejezetben majd fogjuk látni, amikor már ennek vége lett, hogy az ember hálás volt mindazért, amit kapott. Tehát a hála az a mesékben is ott van. Tehát, hogy mit kapott az ember a természettől, az állatoktól, az életet. Az élet rengeteg formáját, lehetőséget arra, hogy jó legyen, hogy jobb legyen, hogy erős legyen, és még sok minden legyen. De soha nem felejtett el, vagy egy ideig legalábbis nem felejtett el ezért hálát mondani. És itt ugrunk a következő fejezethez, mert látom az időnk nagyon gyorsan szalad, hogy amikor az egyensúly megbomlott, az a mesékben az a pillanat, amikor az ember elfelejtette a hálát, elfelejtette megköszönni mindazt, amit kap, és csak elkezdett kivenni ebből az egész rendszerből, és elfelejtett visszatölteni, és akkor, sőt, magának kivenni, és itt már akkor elkezdődik az, hogy felhalmozni, hogy irigynek lenni, önzőnek lenni, és innentől aztán sorolhatnám azokat a tulajdonságokat, amelyek a mesék szerint elvezettek odáig, ahol most tartunk. És ezek olyan mesék, amelyek a világ minden részéről származnak. Tehát nem csak egy nép mesében jelenik meg ez a pillanat, hogy hol történt a baj, ott, amikor többet kezdett el kivenni az ember, mert hogy igen, ott kezdődött a baj. Ezt a elégségest, vagy megelégedett életet, vagy hálás életet, miként lehet az oktatásban megjeleníteni? Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy nagyon nehéz, hisz minden úgymond az ellen szól, hogy azt mondjam, hogy nekem ez már köszönöm elég, és hogy ezt tudjam, de közben a világ egészen mást diktál. Miként lehet, mert a meséket is elolvassuk, a bibliai történeteket is értelmezzük, és Isten tiszteleten töltekezünk, de aztán jön a hétköznap, és hogy a hétköznapi életbe, a hétköznapokban miként lehet ezt az oktatás oldaláról átvinni. Ha most itt megmondanánk a receptet, akkor már haza is mehetnénk, és nem maradunk reggelig. De azért, ami nekem először eszembe jut szempont, az, hogy egyáltalán merjünk szembenézni azzal, ami van. Tehát mi az a kiindulás, amiben vagyunk. És igazából az előző megszólalásomban én így értettem, hogy a vétkezést valóban nem úgy, hogy magunkat ostorozzuk addig, amíg nem bírjuk tovább, hanem hogy nézzünk szembe azzal, amit teszünk, és akkor azon gondolkodjunk el, hogy abból tényleg mi az, amin tudok változtatni. Én a diákjaimmal egyetemen, középiskolában mindig azt szoktam mondani, hogy nincs olyan, hogy a jó környezettudatos embernek most ezt kell elérnie, hanem mi közösen mit tudunk most megállapítani itt 2020. januárjában, amire azt tudjuk mondani, hogy ebben megpróbálunk, és akkor volt olyan csoportom, akikkel abban állapodtunk meg, hogy mindenki csak 5 percig zuhanyzik egy héten, és jövő héten megbeszéljük, hogy sikerült, kiszámoljuk, mennyi vizet spóroltunk meg, és így tovább. Tehát ez mindenkinek a fantáziájára van bízva, és a fiatalok, egyébként a diákok sokkal fantáziadúsabbak, mint mi, és sokkal jobb megoldásokat tudnak kitalálni, hogy hogyan kezdjük el a környezetvédelmet, és ilyen szép kis lépésekben haladunk, akkor az működik. És ugyanígy, amikor elkezdjük felfedezni azt, hogy miért lehetünk hálásak, akkor, és ebbe belejövünk ebbe a gyakorlatba, akkor megy. Én a lányommal szoktam, kiskamasz lányommal szoktam azt esténként gyakorolni, hogy este mindenki 3 dologért adjon hálát. Ez nem tudom, lehet, hogy lányoknak így izgalmasabb, a fiaimnak nem annyira, de hogy adjunk hálát, és az elején nagyon nehezen ment az, hogy keressünk 3 dolgot, amiért hálát tudok adni, és ilyen sablonokat mondogattunk egymásnak, és aztán amikor úgy elkezdtünk belejönni pár hét hónap után, akkor nagyon megszerettük, és nem tudnánk most már elhagyni, de ezt például szívesen ajánlom mindenkinek, hogy mindenki keressen abban a napjában 3 olyan dolgot,
amiért most hálás. És ez megváltoztatja a gondolkodásunkat. Tehát a hálára rá kell nevelni magunkat, nem jön magát, nem adódik magától a hálás élet, különben nem lenne egy konfliktus se a mesékben, se a Bibliában, de azt hiszem, de hogy erre rá tudjuk nevelni magunkat, és ezt meg kell tenni. Igen, én meg azt gondolom, hogy a mesékkel eddig is úgy dolgoztunk az oktatásban, meg egyébként amikor valamilyen problémát rendeztünk is, hogy a mese kódjait nyitottuk meg egy kis segítséggel. Én azt gondolom, hogy minden mese tele van valamilyen kóddal. Ez nem más, a kód az nem más, mint egyfajta természetes tudás az emberi élettel kapcsolatos fizikai, lelki, szellemi teendőkről. Tehát, hogy az ember úgy születik, hogy egy természetes tudással tudja, hogy hogyan kellene élnie, mit kellene tennie, de ezek a kódok már nem hozzáférhetők olyan könnyen, mint amikor még a meséket csak mesélték és nem gyűjtötték. Viszont valóban ez a meseterápia egyik titka, hogy a megfelelő kóddal ellátott mesét kell, vagy nem kell, hanem a megfelelő kóddal ellátott mesével kezdünk dolgozni. Na most ebben a kötetben rengeteg, hát 56 mese van, 56 kód. A jó hír az, hogy az ökopszichológusok szerint, és én ebbe kapaszkodom, bár igazából nem kellene, hogy ez meglepjen, hiszen minden másról is kiderült, hogy megvan az emberben, amit a mese tud, létezik egy velünk született, magasabb rendű intelligencia, egy kód, az anima mundi, a föld lelke, vagy egy olyan képesség, amit biofiliának neveznek, ami egy természetes tudás arról, hogy a föld az megóvásra szorul. Na ez a kód, ez már a totálisan el van zárva az emberben. Ugyanúgy, ahogy egyébként egy csomó más kód is el van, hiszen erről rengeteg tapasztalatunk van, tanítás, illetve mindenféle más terápiás munka során. És azt gondolom, hogy ha ezt a megfelelő mesékkel, és erre született meg például ez a kötet, ezt a kódot is meg tudjuk nyitni, és elérjük, akkor ez a program, ez úgy, ahogy minden más kód esetében, például a szülés kódja, hát egy csomó, ezeket nem kezdem felsorolni, tehát hogyha ez a kód megnyílik, akkor ez is ott van, és elérhető lesz, és természetes tudásként az új generációban már felhasználható lesz a saját és mások életminőségének a javítására is. Úgyhogy én most ennyit tudok a meséken keresztül tenni, és természetesen, mint az elején is mondtam, a saját életemben pedig lépésről lépésre haladok. Tényleg nagyon nehéz és nagyon kemény, de hát próbálom és csinálom, és látom, hogy azért van eredménye. 2008-ban jelent meg az a kötet, ami a Teremtés ünnepe címet viseli, és abban Eszternek is volt írása, abban provokatívan egyébként azzal kezdte az írását, hogy felvállalhatja-e, vagy fel kell-e vállalni egy-egy gyülekezetnek, aki akár esetlegesen a megmaradással küzd a teremtett világért való felelősség aktív gyakorlását, és aztán ezt körbejárja és megadja a választ. Viszont ott találtam egy idézetet Dietrich Bonhoeffertől, evangélikus teológustól, aki úgy fogalmaz, hogy az ember szakított a kert közepén álló egyetlen fáról is, amely egyedül Istené volt, hogy Istenhez legyen hasonlóvá. A középre lépett, átlépte a határt. Most a középen áll, de most már határok nélkül. Ez jutott eszembe erről a kód kérdésről, hogy van, látsz-e ebbe összefüggést, vagy lehet-e így ezt a kódot fordítani? Hát most ezen így gondolkodnom kellene egy picit többet, de... Élvezettel hallgatom a kód témát, de nem vagyok ebben szakértő, úgyhogy hiába szólnék hozzá. Viszont azt mindenképpen fontos, hogy igen, vannak bennünk olyan lappangó belső ismeretek,
amiket ki kellene használnunk, és fel kellene ébresztenünk, hogy ahhoz, hogy meg tudjunk oldani helyzeteket. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy még több okoskodással nem fogunk előre jutni, és most itt tudatosan használom az okoskodás szót, mert szükségünk van az értelmünkre, nem azt mondom, hogy nincs, csak hogy szükségünk van még valami másra is. Nem elég az értelem, nem tudjuk ezt a helyzetet csak értelemmel megoldani, bármennyire okosak vagyunk, és bármennyire fejlett a civilizációnk. Csak ez a dimenzió kevés ahhoz, hogy megoldjuk azt, ami ránk vár. Egy másik evangélikus teológus, Paul Tillich mondja, hogy a jelenlegi krízis az nem tudományos krízis, hanem spirituális és kulturális krízis. Ezt mondja a 60-as években. És ez fokozottabban igaz, mert még inkább azt gondoljuk, hogy ez az én személyes meggyőződésem, hogy azt hiszük, hogy már elhagytuk a tudományos pozitivizmus korát és stb., de még nagyon erősen itt van, és még mindig azt gondoljuk, hogy a tudás és a megmérhető dolgok visznek előre minket, vagy oldják meg a problémáinkat, de nem fogják. Tehát nekünk kell a lelki-érzelmi világunkat is felhasználva belevinni, és a nevelésnek ez egy nagyon fontos feladata, a magyar oktatási rendszernek is ez egy nagyon fontos feladata lenne, hogy a gyerekeknek fel tudjuk ébreszteni azt is, ami egyébként nekik még ébren van, azt a lelki és érzelmi dimenziót, és hogy ne hagyjuk azt áttérbe szorulni a mindenféle ismeretszerzés mellett, mert csak akkor fognak tudni megoldani élethelyzeteket, problémákat, hogyha ezeket együtt használják. Tehát, hogyha a kód az alatt valami ilyesmit értünk, akkor ezzel nagyon egyetértek, és nagyon benne van ez a biblikus szemléletben is. Tehát, hogy, ahogy az előbb is mondtam, számtalan olyan bibliai példát lehet sorolni, ahol ezzel oldódnak meg helyzetek, hogy felismerem azt, hogy minden van a képességeim birtokában, hogyha jól használok, és hogyha erre a hármas irányultságra figyelek, akkor meg tudom oldani vele a helyzeteket. Igen, teljesen egyetértek, és én is azt gondolom, hogy nem az a feladat, hogy mentsük meg a bolygót, hanem az, hogy mentsük meg önmagunkat, és hogyha önmagunkat meg tudnánk menteni, és tényleg be vagyunk zárva saját börtönünkbe, akkor azok a saját megmentett énünk fogja majd megmenteni a bolygót is. Tehát nem igen, gyerünk, mentsük meg magunkat, jó? És akkor onnan lehet indulni, ha ezzel egyet értesz. És azt hiszem, hogy ez van a mesékben is, és ez van a Bibliában is. Az utolsó fejezete a kötetnek az És ahogy újra rendben mehetne címet viseli. Két mese szerepel ott, amik közül szeretném, hogyha egyet kiválasztanál, és egy kicsit ismertetnéd. Hát igen, ez egy kicsit szomorú dolog volt, hogy az a fejezet címe, hogy ahogy újra rendben mehetnének a dolgok, és hogy oda csak két mese került. Ez azért van, mert egyrészt majdnem minden mese arról szól, hogy hogyan mehetne rendbe a dolog, tehát ott bele tett volna tenni több ezret, vagy pedig én kiválasztottam kettőt, méghozzá azért, mert hogy abban megegyezhetünk talán, hogy biztos, hogy paradigmaváltásra van szükség, gondolkodásbeli és viselkedésbeli paradigmaváltásra, ami teljesen más, egy új korszakot fog jelenteni az emberiség életében. Viszont a mesék erről is tudnak, hogy az mi lenne. Az egyik mese azt mutatja meg például, hogy az abban szereplő két testvér nem fölhalmozza a javakat, hanem csak annyit tart meg magának a termésből, amennyire szüksége van, és a szükségen felülit pedig oda ajándékozzák egymásnak egyébként, de hát ezt lehet, mint testvért, nem csak szűken, vérszerinti testvérként érteni, hanem egy nagyobb közösségben a testvériségnek egy kitágított, tágabb fogalmában. Ez az egyik. A másik mese is nagyjából erről szól, a címadó kazah mese, amelyben pedig a földben talált aranyat senki nem magának akarja megtartani, hanem olyan célra használni, amiből jót tehet az emberiséggel. Nevezetesen egy csodakertet fognak létrehozni ebből a pénzből. De a csavar úgy van ebben a történetben, és ha lenne sok időnk tényleg elmesélni, ez egy 20 perces mese, egy gyönyörű, ajánlom a figyelmükbe. Az a csavar ebben a történetben, hogy akkor nem úgy van, hogy elmennek az üst arannyal, és vesznek magukat, és
majd elültetik a kazah pusztában, és akkor lesz egy csodakert, hanem pont van egy betét jelenet, és ez a betét jelenet mutatja meg, hogy miről is van szó. A betét jelenetben ez a fiú, aki elmegy magokat vásárolni, megérkezik a városba, és nézegeti is, hogy milyen magokat fog venni abból a sok aranyból, amikor furcsa zajokat hall, és odaszalad megnézni, hogy mi ez a zaj, és egy hatalmas nagy teve karaván halad át a városon, a tevéken madarak lógnak összekötözött lábakkal, verdesve, jajkiáltásokat hallgatva és sikoltozva, és borzalmas látni, hát egy teve karaván az 800 tevéből áll, ezt jelentem, tavaly lecsekkoltam élőben is, tehát 800 tevéből áll, és 800 tevén odakötözött lábuknál fogva, odakötözött madarak vergődése az valóban elég brutális látvány. És akkor ez a fiú megkérdezi a karavánbasitól, hogy mit vétettek ezek az ártatlan lények, és enyhetően hova viszik őket, és kiderül, hogy a kán asztalára kerülnek majd a lakomákon. És akkor a fiú azt mondja, hogy akkor ő ezeket most megveszi, és odaadja az üstelteli aranyat a karavánbasinak, aki megparancsolja, hogy akkor engedjék szabadon a madarakat. És a madarak szabadon olyan sokan vannak egyébként, hogy amikor kiszabadulnak, akkor elsötétül az égbolt, mert ahogy repülnek a szabadság felé, elsötétítik a napot is. És akkor a fiú néhány óra múlva rájön, hogy mit is tett. A belső parancsa, a kódja azt mutatta, hogy ezt kell tenni. Ez az egyetlen egy morálisan vállalható tett. De ugyanakkor ott a másik morális kérdés, hogy hogy számol el az aranyakkal, hiszen mégse hozott magukat. Mi lesz a csodakertből? Hiszen az most nem lesz meg. És nálunk is ez lesz majd egyébként ugyanez a kérdés, hogy majd egy csomó minden nem lesz meg, ha egy másik dolgot fogunk választani. Igen, de mi történik? Elalszik. Egyébként úgy is gondolja, hogy jobb lenne meghalni, mert ezt a morális ellentmondást nem fogja tudni rendbe rakni. Elalszik a pusztában, viszont álmában egy madár azt ébreszti, azt dalolja neki, hogy ébredj föl, mert amit majd látni fogsz, attól meggyógyulsz. És ő fölébred, és azt látja, hogy rengeteg madár van a sztyeppén, végestelen vég, amíg csak ellát a szem, madarak ülnek a földön, de nem ülnek csupán, hanem kis lábacskáikkal földet kapargálnak, majd beleejtenek egy magot a földbe, aztán visszatakarják a kis árkocskát. A fiú feláll, a madarak abban a pillanatban elrepülnek, és megint elsötétül az ég, és vihar támad az egész földön, mert annyi madár jött ide. És akkor a fiú csak áll, és a következőt látja, minthogyha egy csettintésre ebből a millió kicsi árokból, elvetett magocskából hirtelen vetés sarjad, nőni kezdenek a növények, fák lesznek belőle, meg lesz a csodakert, de nem úgy, ahogy gondolta, nem úgy, ahogy gondolnánk, hanem pont ezen az ökológiai láncon keresztül, hogy jót tettem valakivel, valakikkel, és ezek a valakik így hálálták meg, hogy megszületett az, amit én nem tudtam létrehozni. Ez ennek a mesének az üzenete. Lassan kinyitjuk az asztalt, viszont még mielőtt kérdésekre, hozzászólásokra adnám át a mikrofont, még Eszter, azt szeretném tőled megkérdezni, hogy te, aki foglalkozol az ökoteológia kérdésével és a teremtett világgal, teológia oldaláról, mit kaptál ebből a kötetből? Mit kaptál ebből az 56 meséből? Mi az az újdonság vagy töltekezés, amit ez a kötet nyújtott neked?
Fantasztikus érzelmeket, nagyon jó volt belemerülni, szinte egy bizonyos ponton szinte beleszédültem. Bevallom, hogy erre a hétre maradt egy jó adag mese, és igyekeztem behozni, hogy ne egyszer olvassak sok mesét, de valamelyik nap a héten több mesét is olvastam egymás után, és szinte szédítő volt. De nagyon-nagyon sok mesében magamra ismertem, meg felismertem azt az embert, aki vagy szeretnék lenni, vagy gyerekkoromban voltam egy bizonyos fán, és láttam a másik fát közeledni, vagy akik mindannyian szeretnénk lenni, hogy talán még én vagyok az egyetlen ember, aki meg tudja menteni a tajgát. Ez biztos, hogy itt mindannyian fel fogjuk ismerni magunkat a mesében. Az utolsó két mesére térnék csak gyorsan én is ki. Nagyon tetszett mindkét mese, el is határoztam, hogy hittanórára is be fogom őket vinni. De miközben olvastam, talán abban a kettőben lettem a legidegesebb, legmérgesebb. Mert hogy mindkét mesében a szereplők nagyon idegesítőek. Tehát, hogy annyira jók, és annyira a másikért cselekszenek, hogy szinte már nevetségesek, és ettől pedig szinte már olyan ilyen nincs a valóságban érzést keltenek az embernek, olyan tényleg irritálóak. Persze a mesében aztán megy tovább a történet, és a végére kisimul az ember is. De közben az jutott eszembe, hogy volt egyszer egy középiskolás diákom, akivel a irgalmas samaritánus történetét vettük, talán többen ismerik, ez a példázatát, bocsánat, talán többen ismerik, és ugye ennek a példázatnak az a lényege, hogy hogy fogalmazzuk meg azt, hogy ki az én fele barátom. Nagyon fontos, hogy ez egy szerencsétlen magyar szó, mert nem arról van szó, hogy valaki félig barát, félig nem, vagy teljesen barát-e, vagy nem, de hogy ki az én fele barátom, és ez a fiú, egy középiskolás fiú úgy fogalmazta meg, hogy a fele barátom az, aki minden ellenérzését félre tudja tenni azért, hogy ha bajban vagyok, segítsen. És ezek a két mesebeli szereplők is ilyenek, hogy akár a testvéri szeretetet, akár a bármit, hogyha kellett volna, félre tudtak volna tenni, és fontosabbnak érezték azt, hogy a másikon segítsenek. És ez a nagy kérdés számunkra, hogy félre tudunk-e tenni mindenféle idegenkedést, félelmet, küzdelmet azért, hogy tudjak segíteni a közeli, távoli embereken, magamon, a másik emberen, mert akkor úgy, ha ez sikerül, akkor talán eljutunk arra a pontra, hogy a mese is befejeződik, hogy akkor életükben először ezek az emberek elégedetten és boldogan heverednek le a fák alá, a bujafűbe. Azt hiszem, hogy ez a kép, ami egyébként a Bibliában is megvan, a fügefa alatt ülő ember, aki megelégedetten tekint a szőlőjére, és nyugodt lehet, mert békében éli az életét mind a három irányultságában. Ez az, amire nagyon szükségünk lenne, hogy boldogan és nyugodtan tudjunk leheveredni. Köszönöm szépen. Kérem, hogy jelentkezéssel jelezzék, hogyha kérdésük, hozzászólásuk van, és akkor oda viszem a mikrofont. A kérdéseket, hozzászólásokat összegyűjtjük, és Ildikó és Eszter pedig az összegyűjtést követően fog válaszolni. Jó napot kívánok, Domanicki Orsolya vagyok, és nagyon nagy örömmel olvastam a könyvet, még csak az elejénél tartok, de nagyon-nagyon szépek a történetek, és hihetetlenül gazdag a szimbolikájuk, úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek a könyvnek, ennek a kötetnek. És az jutott eszembe, ahogy itt beszélgettek, hogy sokan mondják, hogy azért nem... Hiába tudjuk, hogy baj van, de nem cselekszünk, mert hogy tulajdonképpen olyanok vagyunk, mint a függőségben szenvedők, egy addikciónk van, és mint egy alkoholista vagy egy játékfüggő, aki tudja, hogy nagyon nagy baj lesz, hogyha így folytatja, de egyszerűen nem tud kívül látni a függőségén, és a kényelem, a fogyasztás függésében élünk. Ez mennyire látják úgy, hogy ez adekvát, hogy ez jól leírja a helyzetet, esetleg a mesék azok utalnak-e bármi ilyesmire, és hogyha igen, akkor mi következik ebből? Hát, hogyha majd tovább... Ja, összegyűjtjük. Igen, összegyűjtjük, és akkor úgy. Mindenkinek ez volt végül is a kérdése. Akkor
akkor van időnk erre bővebben. Jó, hogyha tovább fogja olvasni a kötetet, akkor fog ilyen meséket találni teljesen. És azt is, hogy ez hova vezetett. Tehát, hogy igazából lehet ezt folytatni, tehát tényleg nem arról van szó, hogy ez nagyon-nagyon nehéz, mert ami miatt ez a depresszív szakasz el szokott közeledni mindenkinek, aki ennek a súlyát tényleg átéli, hogy mi történik. Az tényleg az a reménytelenség, hogy ez annyira ebbe van beágyazva. Az ember erre mondtam azt, hogy először önmagunkat kéne megváltoztatni, mert erre vagyunk kondicionálva jelenleg, hogy hát lehet, hogy el kell jutni a végéig. Tehát lehet, hogy ez a történet egy olyan történet, hogy végig kell vinni, mert más megoldás nem lesz. De hát ha nem. Tehát azért vagyunk most is itt szerintem ennyien, hogy igenis, hogy valahogy mégiscsak meg kell próbálni. Tehát nem, nagyon nehéz, amit kérdezett, mert 8 milliárd ember az 8 milliárd ember. Ez nem olyan, hogy akkor most minden ilyen hip-hop meg fog változni. Tehát ezért van egy erősebb véscsengés most. Én azt gondolom, nem tudom, hogy Eszter. Én azt gondolom, hogy mindig függünk valamitől, vagy valakitől. Tehát, hogy az ember nem tud önmagába lenni. Van egy tartóoszlop, ahogy itt a teremtés kapcsán beszéltük, vagy van egy függőfonal, amin függünk. Tehát nem tudunk csak úgy lenni. A kérés az, hogy mi az, amit én választok magamnak, hogy attól függök. És most, ha csak nagyon szekuláris dimenzióban nézzük, akkor nem mindegy, hogy azt mondom magamnak, hogy a vásárlás a legfontosabb, amitől függök, az adja meg számomra a boldogságot, vagy valami más tudok helyette találni, ami még mélyebb boldogságot ad. Az én életemben ez a hármas, amiről beszéltem, az Isten, a teremtett világ és az ember, amiben én is, meg a másik ember is benne vagyok, ennek az egyensúlya az, ami úgy érzem, hogy meg tud óvni attól, hogy valami mástól függjek, mondjuk a vásárlástól. Kifejezetten nem szeretek vásárolni, de ez nagyon fontos szerintem, hogy az, és amit mondott, hogy tudjuk, hogy függünk, ha már tudjuk, az már egy jó lépés, mert akkor már tudunk tenni valamit azért, hogy én döntsem, meg, legalábbis el tudjam kezdeni azt, megpróbálni, hogy én döntsem el, hogy mitől függök. Ennek a tudatosítása is szerintem még lehet, hogy ennek is az elején járunk, hogy ezt mindannyian tudatosítsuk magunkban, hogy mitől függ az én életem. Tehát lépésenként fogunk haladni, azt hiszem tényleg. Csak az a lényeg, hogy az irányváltás megtörtént, és akkor onnan tényleg azt gondolom, hogy milliméterről, milliméterre, milliméterről, milliméterre. Úgyhogy... Beke Éva vagyok, és egy környezetvédő, illetve fenntarthatósággal foglalkozó új egyesületnek vagyok a vezetője, és sok dolgot látok másképp most, nem arról szeretnék beszélni, hanem arról, hogy magunkat kérjük számon, hogy mi miért nem változtatunk, de nagyon jól tudjuk, hogy vannak döntéshozók. Tehát most nem rájuk kenni, de ez van. Ez csak egy negatív megjegyzésem. Nem azért, hogy felmentsük magunkat, illetve, hogy miért gondoljuk azt, hogy nem lesz olyan nagy baj, mert van bennünk egy ősbizalom. És ez abból származik például, hogy a rendszerek, tehát az ökológiai rendszer helyrehozza magát. Tehát amikor, hogy van, nem tudom, hogy a mesékben van-e ilyen, ezekben a mesékben. Rendbe hozza magát, attól nem kell nekünk félni. A Föld az rendbe fog jönni. És csak először elpusztítja azt, akire nincs szüksége. A tapasztalatunk is például, hogy nem a tudomány gyógyít, tehát nem az orvos gyógyít meg minket, hanem egy sebészorvos annak a biztos tudatában vág bele a testbe, hogy utána az összevarja, akkor az befekteti az ágyba beteget, és meg fog gyógyulni. Tehát, hogy ennek az ősbizalomnak van alapja.
Így gondolom. És én azt gondolom egyrészt, hogy tönkre fog menni, másrészt pedig az, hogy Jézus jön és megújítja a Földet. Ő. Hát bocsánat, hogyha így a véleményem lehet, hogy ez nem a meséhez tartozott. A keresztények csak a keresztény vonatkozás kapcsán hagy reagáljak erre, hogy nagyon fontos az, hogy keresztényként hogyan gondolunk az új teremtésre. Hogy úgy gondolunk, mint aminek semmi köze a jelenlegi világhoz, majd valami új lesz, vagy mint ami egyébként kapcsolódik ahhoz, hogy mit csinálunk most. És itt ez nem arról van szó, hogy az új teremtés az megint egy semmiből való teremtés lesz, hanem igenis nyoma van annak, amit mi most teszünk. Tehát ugye van felelősségünk, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Köszönjük szépen. Időnk sajnos végéhez ért, ezért, hogyha még esetleg gyors kérdés, akkor... Tulajdonképpen nem a világ teremtéséről szól, hanem a rend megteremtéséről. És ebben gyönyörködöm azóta is, amikor ezt hallom. De még inkább örülök annak, hogy a világegyetem az a kozmosz. És ez a görög szót, hogy kozmé, az azt jelenti, hogy rend. A kozmetika is innen számodik, hogy rendbe hozatal. Tehát ilyen értelemben annak még inkább örülhetünk, hogy a világ megteremtése és a rend megteremtése az tulajdonképpen ugyanaz. Szép, köszönöm. Ez nagyon szépen köszönöm, ez nagyon szép volt. Köszönjük szépen. Én azt szeretném kérdezni, hogy hülyessége az a gondolat, hogy ez a digitális, virtuális korszak ugyanolyan mágiákat gyújt, mintha pásztortüzek égnének messze, sok-sok pásztortűz, ahol sok-sok mese keletkezik. Tehát nekem az az érzésem időnként, hogy sajnálkozunk, hogy a csúnya fiatalság meg az utókor az milyen borzasztó, de szerintem nem, hanem egyszerűen írástudók, csak ők SMS-ben és egyéb, nem tudom már micsoda módon, mesélik el a saját sztoriukat, vagy meséiket, csak erre még nem eléggé fogékonyak a népek, akik ezzel foglalkoznak, vagy fogékonyak? Hát most ez nem tartozik szorosan a mai témához, ez egy nagy zsák újra, úgyhogy szerintem nincs ezzel semmi baj. Hát ők, tehát tényleg nincs ezzel semmi baj, én azt gondolom. Minden eszközt lehet jóra is és rosszra is használni. Kérdés, hogy mire használjuk és hogyan. Gyűjtődik és fizetődik ez a iroda? Tudnak erre? Igen, bizonyára. Vannak, akik kutatják, de hát sok irodalmat később kezdtek el kutatni, az is benne van talán ebben, hogy úgy, ahogy a népmeséket is el kellett telnie, vagy akár archaikus imádságokat Erdélyi Zsuzsanna ugye a legutolsó időben gyűjtött. Hát hogyha most pont a Ludwig Múzeum foglalkozik egy olyan kiállítással, hogy mi lesz, hogyha az internetnek vége lesz, tehát ilyen értelemben akkor ugye ennek a gyűjtése is fontos lesz, de lehet, hogy azt megelőzi majd mindez. Én minden esetre nagyon szépen köszönöm Boldizsár Ildikónak és Kodácsi Simon Eszternek a közös gondolkodást. Ajánlom önöknek, hogy olvassanak minél több mesét, azon belül is Mesék a Csodakertről címmel ezt a kötetet lapozgassák, és az a felelősség, amit Ildikó és Eszter érintett, azt találjuk meg a magunk életében. A következő asztali beszélgetésre jövő hónap utolsó csütörtökén, február 27-én 18 órakor kerül sor, szintén itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
Szabó T. Anna költőíró lesz a vendégünk, és Váli Dezső festőművész. Beszélgetés a művészetről címmel, a társművészetek egymásra hatásáról fogunk közösen gondolkodni. Erre is nagyon nagy szeretettel várjuk Önöket ide a Károly Palotába, vagy kövessék élőben a beszélgetésünket. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak. Szép estét kívánok. Viszont hallás. Viszont hallás.